Hajtós Peti félig meddig áruló. Azért mondom, hogy félig meddig, mert egyébként Warburg király, de hát úgy látszik, hogy volt a tarsolyban egy Trabant is, amit eltitkolt előlem, ős Trabantos elől. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű, ugyanúgy, mint a Varesz, de egy ilyen szalonversenyre jó döntés a Trabantot elhozni, mert a Warburg ide talán egy picit nagy, meg annak az ötgangos váltóját nem illik megölni, ebbe is a négyes váltó kell. Mit tapasztalsz régi kétütemisként? Lehet hozni egy ilyen abszolút első három, első ötbe való időeredményt ezen a pályán? Szerintem lehet hozni, ha meglenne a 10-15 évvel ezelőtti rövidváltós Warburgom, ami sok idő lett volna most összerakni, azzal be lehetett volna itt egy kicsit piszkálni, de szerintem, ha hozzászokik az ember, meg visszaszoknánk ehhez a pályákhoz, akkor lehet. Kozsuk Gabival is beszélgettünk, hogy cimborasság van, és a Trabant valahogy összehozza az embereket, nem? Hát szokták mondani, hogy majdnem nem ember az, akinek nem volt Trabantja. Legalábbis még a mi korosztályunkban biztos. Ez így van, ez így van. Hát figyelj, ez 16-ban hozzám került, 17-ben mentünk vele egy versenyt, most letudtuk az Eger Rallyt, Warburgot nem nagyon akartam átalakítani erre a pályára. Sajnos a többi autóval is járni kell, mert állóhelyébe megdöglik. Igen, belerohad a benzin. Nagyon fontos momentumot mondtál, és erről egyébként nem beszélgettünk, hogy nem tesz jót egy autónak, ha egy helyben áll. Folyamatosan meg kell egy kicsit mozgatni, hetente egyszer egy picit, egy órácskára, csak hogy úgy érezze a törődést, meg kell vasalni a féket, kicsit meg kell forgatni, hogy tudja, hogy hol a dolga, hol a helye. Hogy még működésre van, nem csak tárolásra. Hogy működésre van, nem tárolásra. Néztek, hogy működjön is egy kicsit, úgyhogy lejöttünk vele, hát aztán majd egy-két év múlva valamelyik ifjabb generáció majd, hát, na ez az, majd belecsücsül. Másokkal is ugye erről beszélgettünk, hogy azért szalad az idő, neked is vannak már szarkalábaid, igaz, még nem ősz a hajad, de majd már elkezdődött, jó, ilyen mikorunkban. Picit beszélgessünk magáról az autóról, mert azért nagyon speciális dolgok vannak, ugye polikarbonát, látom, hogy más a kormányoszlop, kis kevlár kilincs, de nagyságrendileg körülbelül hány lóerős, és ugye Jikovos vagy Trabant karburátor? Mikuni van rajta. Mikuni? Mikuni van rajta. Ha jól tudom, 40-es teljesítményre nem tudok satszolni. Tudja, körülbelül egy jászmotor. Körülbelül most van benne egy széria rövidváltó. Igen, hegesztett negyedikkel. Nem. Szabadonfutós. Mekkora laza, érted, fölveri négybe. Sejtettük, hogy nem lesz szükség a negyedikre, úgyhogy abban ebberültünk bele. Tárcsafékre van, GL szemes, tűlengőkaros, állíthatós gátló, kormányoszlop átalakítva minden. Nem az én érdemem, így került hozzánk, hát. De most már én legalább használom. És ez egy nagyon fontos momentum. Gabi és közted dőljön el, ki a királyabb és ki a jobb. Ugyanezt mondtam Gabinak is. Úgy legyen. Köszönjük. Köszönjük. Trabant forever. Itt.